Na, elvileg már itt is vagyok. Állítottam egy dolgot. És igen, most nektek ott akad, de mindjárt módosítok vissza. Méghozzá úgy, hogy én is inkább játszok akkor így 30 lokkon. Viszont így vissza tudom rakni a szépen a grafikákat, mert így bírni fogja. Ez van, hát... See my family since the Red Legion hit. What the? Így. Ez így most fix 60-on van, de látszik, hogy nektek is sokkal szebben megy. Hát akkor nem szereti akkor még a gépem annyira ezt. Hol lett? 60-on. Akkor én is inkább játszok így. Úgyhogy elnézést kérek, ezt leteszteltem, de már most látom, hogy annyira gördülékenyebben és szebben megy nektek. Inkább azt mondom, hogy legyen 30 FPS-sel, mint hogy nektek akkor akadjon. Oké, mit kell csinálni? Heftornnal kell beszélnünk a farmon, ahol az Istenbe lehet. Hello. Ez a postamester. Most ő mond valamit? Hi there. Ez mi? Ezt tudnám, hogy mi? All done. Let's check. You must have messages. Jó. Én elhiszem, hogy te azt mondod. Ez mi? Ez a PvP arena. It's you. You and I walked together as the tower burned. And now, here you stand. Your light burns a path before us. And on that path I see many battles ahead of you. Battles only you can win. The Crucible of Lord Shax will prepare you. In my arena, should a Titan stand in your way, crush him. If a hunter confronts you, break her blade. If a warlock speaks, feed him his words. There is only one path to victory, Guardian. See you on the battlefield. On the battlefield. Jó, de ez PvP. Ilyet most nem szeretnék, utána a PvP. Let's talk again. Help me, help the Vanguard. Ő mit tud? My favorite operative. Hello. Na honnan a rákból tudjam, hogy az enyém mennyi? Hand cannon. De várjál, ez kinetikus. Ez energy, ez kinetikus, ez meg power. Hű, de jól néz ki. Mi a fizetőeszköz? Hogy van itt a fizetés? Honnan látom, hogy mennyim van? Az ott fönt, az a 825? Aha, igen. És itt mindig 650-be kerül, vagy ez hogy az Istenbe van? Compare, ott van fönn a compare, csak nem láttam. Meg kitakarja, izé, értem. Megkutom a kezem, bocsi. Jó, oké, nézzünk körül egyszer, mi van még itt. Őt láttuk, ott van fönn a küldetés. Jó, menjünk akkor. Hello. Well, look at you. You got your light back. Igen, visszakaptam. I don't know how you did it, but I'm glad. Because we're gonna need it. There are a lot more survivors out there, and they need our help. Again? We gotta get the word out that the farm is a safe haven.
I sent a friend into the EDZ a few hours ago to set up a comm network. Again? His name's Devrim K. Good guy. Great shot. Yeah? Don't tell him I said that. Okay. If you give him a hand, I'd take it as a personal favor. Aha, oké, tehát a lényeg az egészben az, hogy kiküldött egy ismerőst, hogy javítsák meg a hálózatot, és most ugye visszakaptuk az erőnk, a fényünket. Sokkal jobbak vagyunk, bátrabbak vagyunk, megkért, hogy menjünk, kikeressük meg. Oké. Írják is, hogy sokkal biztonságosabb a tábor így, hogy most már visszakaptuk az erőnket, de rengeteg ember maradt kint még a külső területeken, és ezeket az embereket vissza kell hajtani ide a farmra. Találkozunk Headforns barátjával, Devrimmel, a Trostlanden landolt a csávókán. Speak with Devrim in the EDZ. Oké, megyünk. Ezeket lehet kapni, vagy... Ja nem, hogy önnal is lehet vásárolni cuccokat. Ó, értem. Kell ez nekem most? Nézzünk egy összehasonlítást. 23-as, 29-es energiafegyverem. Az nagyon gyenge, azt kéne vennem. Ezt meg kéne venni. Wish I'd had that years ago. Azaz, mi van? Energiát vettünk. Jaj, abban volt 20-as fegyverem, csak nem pakoltam be. Jó, nem gond. Menjünk a 28-assal. És el is tudom adni egyébként? Halló, el tudom adni nálad? A szélet nem látok, az a probléma. Kicsit beragadt a sassasonka. See you soon. Welcome Destiny 2. Whispers disable the strangers. Jó, annak örülök is. Nem is szeretnék nagyon. Talk to me. Jó, majd mindjárt talk to me-zok veled. Valamit akartam egy pillanat, srácok, csak elfelejtettem, hogy mit. Look at that view! Just imagine if we weren't constantly in fear for our lives. This would be the best trip ever. Ja, megvan, bocsi. Oké. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen hardcore emberek hova jutottak már ebben a játékban. Biztos, hogy rettentő sokkal. No, your family name is not at stake. Ja, a hajóhoz kell menni, nem? Oda. Hogy várjál? Ja, de hülye vagyok, nem. Meg kell nyitni a tabból. És itt kell a destination-t, a földet választanom. Ó, hogy már ilyen térképünk van. Tunnels, the ghouls, the sludge, firebase heads. I know you want to go fly, but I need you here. Besides, where would I be? The Red War, ezt csináltuk meg. Vagy várjál. De akkor ez mi? Ja, hogy így, oké. Úton akkor. Már megyünk is.
utazások közti intermedz az egy picikét nekem nem tetszik, de... Ez a része tök, hogy megmutatja a környéket. Don't get cocky now that you've got your powers back. The EDZ is rough, especially around the old town. Just remember, refugees from the city have it a lot rougher. You want to help them? Find Devrim K. Jó. Nem fogom elfelejteni, ígérem. Szóval szerintem egy kicsit azért most, oké, aki hozzá van szokva a 60 FPS, az azért elnézést kérek. Szerintem semmi értelme nincs annak, hogy bebeszaggat sokszor, mert visszaesik 60 alatt. Azért erre elég érzékeny az OBS is, hogy ha nincs meg a stabil 60, akkor akkor bizony beakadunk. Úgyhogy most maradunk kik a 30-ba. Hidd el nekem, duplán szívunk egyébként, srácok, mert lockolnom kell. Tehát, hogyha leveszem a 30 FPS-re, akkor nekem is 30 lesz csak. Nem csak nektek, ne aggódjatok. Hello, hát te mi az Isten vagy ott? De most hogy vannak ők itt? Ezek hogy kerültek ide? Wow, hello. Ó, oh, mennyivel más? Igen. Szevasz, Mester Lewis kolléga. A guest, but here I have no tea to serve. These are dire times indeed. Devrim K, the 8th, at your service. City militia, back when there was a city. Now I serve at the pleasure of my dear friend Soraya Hawthorne. First on the docket, contact other refugees and tell them of the farm. That means building a comm network from the ground up. And even though I happen to be a damn good shot, the Fallen have given me a devil of a time. I dare say you can handle a few rounds with the enemy. I've seen what Guardians can do. Even. Right. Even. I think it's time to let the guns do the talking now. Don't you? Oh, dehogy nem. Ezt fogok kapni? Én örülök neki, elfogadom. Jöhet. Oké, és hadd szóljon. Public event incoming. What? Mi van? Hogy mi? Szevasz. Tong. Oké. Szevasz, Rez. Semmi extra tart a single kampány ezerrel. Kommuniké? Dobjak föl? Vagy csak nézed? Stead Adventure Beacon. És melyik lesz az Adventure Beacon? Public event incoming. Érkezik valami public event ide. Menjünk, nézzük meg. Ez fájni fog? Á, így nem. Oh, hello. New Frontier. Ez mi a rákom ez? Start Adventure. Jézusom! Nagyon benne vagyunk itt a multimókába. Ott... Oksa. Oksa és a kis. Egy perc tíz múlva. Ha hülye vagy. Tudod kire... Ó, ez nem jön a fegyver. Ez se jó. Gyere ide az életed. Hol vagy? Hol vagy? Ott vagy-e? Na jó van, na persze, na jó. Ezt direkt behúzod a közéjük. Hülye ez. Én ezt nem értem még, ezt a fegyvercélzós dolgot, hogy mikor melyikkel kell lőni. Elvileg ezzel kéne aprítanom őket, de ez egy shotgun! Tizenhat másodperc, jó.
Legyen 16 másodperc, addig én állítok rajta. Most az a vicces, hogy jelenleg szerintem nektek jobban megy, mint nekem. Ezt adjátok össze. Itt állok előtte. Oké, hogy inkább itt. Looks like the Fallen are bringing in a glimmer drill. Keep a sharp lookout. Event incoming option, glimmer extraction. Jó, és ilyen hol van? Hülye vagy? Ha hányan vannak? És én meg itt állok egyedül. Skacok, ott a kék pöttyök azon a képernyőn, nem akartok idejönni segíteni. Glimmer mining crew. Shut them down. Jó. Ugye ezt most direkt csinálja velem, hogy mindig beáll mögé. Jó, én ezt meguntam. Gyertek ide. Cic. Várjatok, töltök, nem ér, most nem ér, srácok, nem ér. Azért legyünk sortszerűek. Tessék, nem ér, töltök. Így, következő. Another site. Na, most mi van, fiam? Na, most elnasszátok. Én mondtam neked, csézni egyszerűen a mai világban. Ez egyelő az agyhalálod, az biztos. Ennyi, szétkaptunk mindenkit. Igaz, hogy ki is fogyott a fegyverem, de ez röhely. Adj már nekem ez egy kis infót, hogy milyen a stream. Mert nekem egy picit olyan perezősnek tűnik, de nem vészesen. Mondjuk most levettem 30 FPS-re a 60-ról egyébként, mert azt meg nem szerette alapba, de minthogyha most meg olyan, mint hogy inkább visszakívánnám a 60 FPS-t. Az az érdekes. Jézusom! Szarba jöttem én. Nézd meg. Ó, ez jó fogja őket. Energia az energi. Végig jó. Hát bazd meg. Valóta egy túlszalag vagy? Mit nem látok én? Ez hülye. Az Isten van ott! Jó, föladjuk. Azok is engem lőnek! Ne csináljátok már, hülyék vagytok! Várjál, pillanat! Immunis!
Mire immunis? Ne üdvösetek már meg. Mi az immunis? Jó, ezt szeretik. Jó, a kinetik is szeretik őt. Ó, ott a csávó. Megyek, segítek akkor neki. Állj, Rez! Ne legyél kinetiszű! Nem szabad! Ne hangulat jelezzé! Hűha! Na most kitörölte az összeset! Ne csinálj ilyeneket! Szerintem 5 volt az! Óvatosan bánjál vele! Az a durva egyébként, hogy itt viszont elég erőteljesen érzem azt, hogy mi ereje van a játéknak. Ez kell hozzá a gép. Itt, amikor itt vannak a többiek is, tehát amikor egy ilyen multi-session területen vagyok, itt azért érzek dolgokat, hogy mi újság benne. Úgyhogy... Ha egy pillanatra a játékban nem akarnak 14-en megölni egyszerre, akkor mégiscsak állítok itt én egy-két dolgot, mert ez így... Ez így fájdalmas egy picit, mégiscsak. Ja! Remélem, hogy a ti oldalatokon nincs baj egyébként, mert... lehet, hogy nálatok minden rendben van egyébként a streammel. Na, ja, az... de Extraction, de hol van az utolsó? Azt hiszem, hogy egy még van. De hol? Ott. Megyek, meg kell csinálni, megyek. There goes the drill. Yeah. A tricky business, mining glimmer without a drill. Good work. Na már ez is. Ez a játék meg! Azt a rohadt! Ez tényleg egy vérbeli MMO. Sok helyre bemész, rácseszel. Jövök, felszedlek! Immun. Akkor nem ezzel lőjük. Immun. Nem ezzel lőjük. Mind a három fegyvere azt mondja, hogy immun, bazd meg. Hát mivel lőjem? Kérjen meg szép, hogy rakja le, vagy mit csináljak vele? Egyébként igen, gyanúsan húzza meg mindig nekem is. Jó, egyszer csináljunk egy ilyen biztonsági dolgot. Mindent lerakunk médiumra. Induljunk ki szépen onnan, építkezzünk fölfele onnan. Ez lesz a legjobb. Nyomunk így egy custom médiumot. Jó, elhiszem neked, hogy unlockoljuk. Na bakker,
Jó, akkor unlockoljunk először. Annyira szeretem, amikor így akarok valamit csinálni, és a játék tutoriál része miatt nem enged semmit. Jó, upgrade-eljünk. Jó, elhiszem. Igen. Az gránát, igen. Ó, ez jó cucc. Igen. Oké. Okay. Na. Most már beállíthatom a grafikát? Megengeded? Szerintem nekem az a baj, hogy menne többet a gép, ugye? Csak... És ha kioffolom... Nekem így a jó. Nektek viszont így kezd el fogadjunk, hogy akadni majd. Így is azért hozza. Ez érdekes. Most nem értem egy picit a játékot, hogy amikor egy személyesbe toltam, akkor tehát ekkora különbség van közte, ez azért kicsit brutális. Na, mindjárt rájövünk egy picit. Bocsánat, srácok, a kis intermezzoért, de... Tehát jelenleg itt van benne 75 FPS-em, ez így jó. És kimegyek oda, mennyi lesz? Ugye kiderül, megnézem. Igen, 100! Most is. 103, Jézusom. Jó, most 57, 53, 59. Jézus, hogy ugrált ennyire egy játékban az FPS? Ez az egy kicsit brutális. Jó, akkor nem, azt hülye vagy. Azt. Rokoljunk egy 60-at. Valami furi egy picikét egyébként, tehát... Nektek most lehet érdekes lesz, mert most ugye ott 30-ra van lokkolva, nekem most 60-on van, csak furi az, hogy ennyire kiugrálnak az FPS-ek, hogy egyszer írtózatosan kevés, egyszer írtózatosan sok. Nem tetszik ez nekem most valamit. Ott maradt egy high. Szégyed magad. Hoppa, nem, pssst. Nem azt akartam. Hát igen, nekem valahogy így lenne kényelmes, úgy érzem, mikor kiveszem a tiltást belőle. Mert így, ilyenkor van ilyen 100 ilyen FPS, itt meg 57-53, és én nekem ilyenkor nem szól bele. Nektek viszont szerintem ilyenkor beakad. Hát nem tudom. Megyek egy másik területet, megkérhetitek egy srácok, elnézést kérek érte, hogy van egy kis ilyen intermezzo a küldetések között. Csak nem szeretném azt, hogy nektek is élvezhetetlen legyen a játék. Úgyhogy megyek, harcolok egy picit tovább. És akkor... Get started. There's a banner on the main floor. Give it a look, will you? Again? This is a fallen house sigil. I don't recognize it, though. Nor I. The Fallen seem to have put this up as something of a threat. I imagine you'll find lots of objects like this out there with a bit of a story to them. No
Okay. We both need some supplies to get going out here. See if you find a cache in one of the buildings nearby. Érdekes egy-két dolog. Most én raktam le, azért látjátok, hogy 30 FPS-be srácok, egy másodperc türelmet kérek, csak nézegetek egy-két dolgot pillanat. Rá kell nézni, hogy egészségesen a gépnek ezt így vinni. Vagy tudom, mi lesz a gond. Figyeljétek, ja, de nem jó. Persze, nem tudom kivenni Windows-ből, mert a harmadik fél... Az lesz a gond, higgyétek el nekem, hogy ott egy picit túlzottan erőlködik a gép miatta. Az lesz itt a gond. Vagy most kéne csinálni egy újraindítást. Hanem, bocsánat, srácok, már azért, mert egy-két beállítást nem is enged, amíg ugye nem lépek ki. Megnézzük, egy perc türelmet kérek, elnézést érte. Ugye az alapvető fő probléma az, hogy a játékot nem tud rendesen, tehát nem tudom a videókártya jelét felvenni, hanem kénytelen vagyok ablakos üzemmódból dolgozni, mert hogy ne csaljanak. De szerintem egyébként ez olyan hülyeség, mert aki csalni akar majd a játékban, az úgyis megtalálja a módját, hogy csaljon a játékban. Tehát most ezért elcseszni azt, hogy viszont az ember ne tudjon egy rendes minőségű streamet kidobni, ez őrület. Mármint... Tehát értitek, nyilván nem azzal fog kicseszni, akinek egy 1080 Ti van a gépébe, hanem azzal, aki esetleg olyan, mint én, hogy azért egy picit jelenleg két tűz között van. Megnézzük, hogy most milyen FPS számokkal dolgozik az újraindítás után, és hogyha jó, akkor így hagyom most a grafikát, majd én mellette külön próbálgatom egy picikét, és akkor a következő streamre abszolút belövöm. Viszont hogyha 60 fölött lesz folyamat, akkor azt belokkoljuk, és akkor egy másodperce megint szakítok a streamen. Hát most egy 3 fele lesz darabolva sajnos, viszont ugye nem tudok máshogy állítani FPS-t. Nekem érezhetően jobb lett. És most jelenleg hogy tartja magát? Most van rendes médiumon? Aha, igen. És akkor mondjuk, hogyha ezt belokkolnám. Na ezt kerestem, ezt az érzést. Na így most nagyon kényelmesnek tűnik nekem. Nektek viszont nem lesz szerintem annyira. Bár nem tudom, megnézzük. Anyád! Ez baszi nagy űrhajó. Igen. Na, nekem most játszható a játék. Már csak azt kéne összehozni, nektek meg nézhető legyen a játék. A banner on the main floor. Give it a look, will you? Jó, akkor köszönöm szépen, hogyha jó. Mert akkor nem szakítanám még egyszer ketté a streamet, akkor most maradna 30 FPS-em.
következő körbe meg akkor átállítom majd. I imagine you'll find lots of objects like this out there with a bit of a story to them. Köszi a visszajelzéseket, Rez, köszi szépen. We both need some supplies to get going. Aha, out aha, here. Köszi. See if you find a cache in one of the buildings nearby. Igen, igen, igen. Azért nem reagált a beállításokra, mert ugye újraindítást igényelt. Jó. Na, csak összehozzuk a dolgot. Hülye vagy? Miért lősz rám? Egyébként az a rö... Elnézést! Nem tudom, hogy mikor tetszik lenni. Az a rö egyébként, srácok, hogy visszavettem a... Visszavettem a grafikát médiumra, kikapcsoltam az élsípmást, meg ilyeneket, és nem veszek észre különbséget. Pedig én aztán rohadtul kiszúrom az ilyeneket, és tök jól néz ki a játék még így is. Very well done. To survive, we'll have to look for every opportunity. Keep your eyes peeled for more supplies in the wilds. Speaking of the wilds, there's a symbol on the wall of the church. Take a look. Hála Isten, arra kell menni. Nem konfrontálódunk, nem, mi békés Guardianek vagyunk. Nézd meg és rám lő, rohadna meg. Ez egy gránát volt? Olyanom nekem is van, nem olyan nekem nincs. Nincs egy gránátom. Mindenki megállott, ahol van. Miért fog gránátot dobni? Hagyjál már bérként, hülye vagy? Na gyere ide! Azok a képes... Micsoda? Hova? Oda föl? De hogyan? Vagy mi? Ja, explore the church. Ja, hogy ez a banner kell. Devrim, where did this symbol come from? I believe your city hunters must have put them here and there about the region as they scouted around. I think they meant it to mark something special. Or dangerous. Or both. Let's go check it out. Let's go check it out. Hol az anyádat lőszem? Hülye vagy?